Üdvözlő úr, hogy értékeled az elmúlt időszakot? Megfelelően teljesítel a csapat? Hát a 2017-18-as szezonban úgy gondolom, egy egészen új csapattal váltunk neki a szezonnak, és első nekifutása úgy tűnt a Göcsei Kupa alapján, hogy egy jó csapatot tudtunk összeállítani. Az elvárásaink is úgy gondolom változtak, és úgy éreztük azt, hogy egy olyan szintet kell megütnünk, amelyik a magyar mezőnybe számít, és észre fognak bennünket venni idézőjelbe. Én úgy gondolom, az összeszereplésünk az egyértelműen úgy alakult, ahogy mi ezt elvártuk. Talán fájó dolog volt a Cegléd és a Győr elleni hazai vereség. Nem is a vereség talán, hanem az a mérték, ahogy kikaptunk. A Győr ellenig ezért jobban szerepeltünk. Viszont a tavaszi kezdés az bennünket is meglepett. Én úgy gondolom, a pécsi szereplésünk az mind a két csapatnál, a Perszal és a Pinknél is nagyon jól sikerült. Én úgy gondolom, a csapat ebben a pillanatban megmutatta, milyen erős valójában. Nagyon szerettük volna, és azt hiszem jelentősen befolyásolta volna az alapszakaszt a diósgyőri szereplésünk. Én azt mondom, hogy annak ellenére, hogy kikaptunk, a csapat ott is jól szerepelt, voltak olyan gondok, problémák a mérkőzés folyamán, sajnos az utolsó pillanatokban, amikor nem tudtunk előképpen koncentrálni, összpontosítani, de úgy gondolom az egész meccs ezen kívül azért jól sikerült. A továbbiakban azt várom a csapattól, hogy azokat az egyértelműen hozható mérkőzéseket tudjuk úgy letudni, hogy az elvárás szintjén. Én úgy gondolom, ha Győr és Cegléd ellen sikerülne egy meglepetést behúznunk, ha az meglepetés, akkor én úgy gondolom, hogy az első négybe végezhetünk az alapszakaszba, ami egyértelműen meghatározza a további sorsunkat, lehetőségeinket. És a tavaszi jó sikerült szezonunk végén az elvárásnak a 5.-7. elvárásunknak bőven meg tudnánk felelni, úgy gondolom. Ebben bent van az a lehetőség, hogy előbbre is léphetünk, de az a lehetőség is bent van, hogyha ez nem így sikerül, akkor nem tudunk jelentősen előbbre lépni, de úgy gondolom mindenképp csapatszinten meg tudtuk azt mutatni, hogy egy egészen más erejű csapat állt ebbe az évben a rendelkezésünkre, és úgy gondolom, hogy az ellenfelek is megismerték azt, hogy ez az ETNKK most már nem az a lebecsülődő, lenézendő csapat, amelyiket csak le kell sajnálni, hanem jelentősen befolyásolja az egész bajnokság menetét. A hétvégén egy viszonylag könnyebb ellenfél a Beac érkezik. Milyen mérkőzésre számítasz? Én úgy gondolom, mint a Beacot, MTK-t, Vasast, Pinket, Beacot, nem szabad, hogy úgy tekintsünk rájuk, hogy ez egy kész lefutott mérkőzés. Én úgy gondolom, a csapat kellő koncentrációval meg tudja ezt a feladatot oldani, de nagyon jó lenne, ha a csapat azt a játékot, ezt a mérkőzést élvezni, és ebből úgy jön neki, hogy ez egy számára építkezés lehetőséget adó meccs lenne. A Szekszárd mérkőzés megmutatta azt, hogy a közönség is egyre kíváncsibb a csapatra. Ez lehet egy tudatos építkezésnek az eredménye? Én úgy gondolom, hogy a Szekszárd meccs volt a két pécsi vendégszereplésnek a csúcspontja itthoni meccsen. A közönség is úgy érzem, jól érezhette most már magát, mert egy olyan csapatot sikerült legyőzni, aki egyértelműen a magyar bajnokságban a bajnoki cím egyik várományosa lehet. Én úgy gondolom, kellő összpontosítással még meg tudtuk mutatni azt, hogy milyen erőségű csapat is vagyunk valójában.